Sziasztok! Hát itt az ideje, gyönyörű jó idő van, hétvége van, süt a nap, hogy a nyári dekorációt beszerezzük. Tudjátok, mi minden évszakban nagyon szeretjük dekorálni a környezetünket az évszaknak megfelelően, és hát most ugye itt a nyár, hát már van egy csomó nyári dekorációnk egyébként is, de minden évben szoktunk egy párat venni hozzá, mert mindig az üzletek tele vannak, vagy ha nem is tele vannak, de minden üzlet kínálatában megjelenik ilyenkor a nyári tematika. Most teszek egy kisebb kört, és megnézem, hogy hol mit árulnak, és mit tudunk esetleg beszerezni. Néhány dologról van szó, tehát itt nem nagy dolgokra kell gondolni, egy-egy kis tányér, pohár, vagy dekorációs elem, azokat most megnézzük, hogy mi az újdonság. Na nézzük, hogy milyen nyári dekorációja van a Pepco-nak. Ezek a tányérok nagyon szépek, kék színük a tengert idézi, itt van fönt az a tányér, itt hátul, ami nekem nagyon tetszik. Aztán jönnek itt a bögrék, szintén portugál tematika, mintha csempével lennének kirakva, és itt van ugyanez papír pohárban is középen, meg ezek a limonádé tartók, vagy ivópoharak, ez a tál citromos, hát abszolút kedvenc a citrom minta, és itt vannak ezek a helyes kis poharak, a nyarat idézik. Ez a citromos tányér is, ezek a poharak meg mintha vízből lennének. Tök helyesek. Kulacsok, vicces szívószálak, jégkockagyártó, szintén portugál tematika, ez a táska, nagyon tetszik egyébként, és ez a kedvencem, ez a vágódeszka, mintha mediterrán csempékkel lenne kirakva, egyébként üveg a tetején, nagyon-nagyon tetszik. Eljöttünk az Auchanba, ahol medencéből áll minden gyakorlatilag. Ezek milyen szépek, nézzétek ezeket a tányérokat, ez is abszolút, ez mintha víz lenne az a tányér, ez meg a dzsungelt idézi, abszolút nyári tematika, nagyon tetszik, mind a kettő. Nehezen tudtam eldönteni, hogy ezek most eljöjjenek velem haza, vagy ne jöjjenek, mert ugye mindenhol van némi választék, ez is egy kicsit olyan portugálos, ez a kis tányér, meg az a terítő alul. Méhecskék, hát nyáron van belőlük jócskám, milyen aranyosak, nem? Nagyon cuki. Ez a terítő is, ilyen erdőt mintáz. Ezek a terítők nagyon jó pofák, nagyon nagy választékban kaphatók itt az Auchanban. És mindegyik például ez is milyen helyes. Ez egy ilyen vízparti várost idéz, de van itt ez a citromos például középen. Nekem ez volt az abszolút kedvencem. Hát a citrom, az nálam mindent visz. Ezek a terítők is a piros-fehér-kék mintával abszolút a tengerpartot idézik. Nálam ez a kombináció mindig nyerő. Aztán ezek a kis helyes dobozok, dinnye, tartó, kétféle, nekünk még nincs ilyenünk, de komolyan elgondolkodtam rajta, hogy eljön velem egy ilyen. Mert tényleg, ha nem esszük meg az összes dinnyét, akkor tök jó. És ezek a növények, műanyagok, de nekem akkor is nagyon-nagyon tetszenek. Illatok, hát a nyárra illatok is kellenek, persze. A citrom, a levendula, abszolút nyárias illatok, itt a felső polcon például ezek a gyertyák, levendula illatúak. Aztán a vizes illatokat, víz illatot nagyon szeretem. Ezek a fújósak is, és itt a kedvenc gyertya. Sziasztok! Hát most bemutatjuk nektek ebben a videóban, hogy milyen dekorációs tárgyakat vettünk a nyárra, mert ezt biztos megszokhattátok már tőlünk, hogy minden évszakra dekoráljuk a környezetünket. Hát karácsonyra leginkább, de ősszel, ja meg ősszel, hát ugye Halloween. A kedvenc ünnepünk, a tökök, a pókok, a minden, ezt is szoktátok látni. Tavaszra is, tavasz talán a legkevésbé dekorációs időszak, amikor a legkevésbé tesszük föl sok dekorációt, de nyáron, hát tessék, itt van! Itt van a dekoráció halmaz, amiket megvettünk, és persze olyanok is vannak köztük, egy csomó, amiket nem most vettünk, hanem már korábbi években. Egyébként hogy áll ez a hajrá? Normális. Jó, amúgy, normális? Jó. Tök jó, mert ez kockás, ez meg csíkos, de most így mind a kettő ilyen kék-fehér, úgyhogy illik ehhez a színkavalkáthoz. Tehát látszik is, csupa kék-fehér itt minden. Ellátogattunk több üzletbe is, voltunk az XXX Lutzban, az Auchanban, a Pepco-ban, a mit tudom én hol, szóval ezek a dekorációk nem egy üzletből származnak, hanem innen, onnan. Ilyenkor így el szoktunk menni több üzletbe, és megnézzük, hogy mi a választék. Azt kell mondjam, hogy egy üzletben sincs nagy dömping, hogy olyan óriási, olyan sok nyári dekoráció lenne, de mindenhol van egy-kettő, ami úgy tetszett. Na most akkor végigmegyünk most részletesen, hogy mit is vettünk. Annyit mondj, Mollika, hogy neked melyik a kedvenced itt az asztalon lévők között. Fú, annyira szépek. Nekem talán ez a csónak. Jaj, ez a csónak, mindjárt mutatjuk közel, hát milyen aranyos már, van benne kötél, akkor az evezők, némi kis kagyló, ez a halacska, tök jó. Nekem meg ez a kedvencem, ez friss, mind a kettő friss szerzemény. Ez pedig egy evező, ugye? És evező, de
útjelző is. Tehát rajta van, hogy merre van Palm Beach, azt mondjuk jó tudni, nem? Palm Beach arra van. Úgyhogy, ha valaki oda szeretne most menni, akkor arra van Palm Beach, aztán merre van a mit tudom én milyen beach, koktélok, és szórakozzon mindenki jól, ez van rajta. Szóval ez egy cuki nyári dekoráció, meg ezen kívül még egy csomó minden más. Úgyhogy akkor gyorsan menjünk is végig, elmondjuk mindenről, hogy hol vettük, hogyha valaki szeretne ilyet, akkor megvehesse. Drágám, mutasd be akkor a kedvencedet. Kedvencem, hát ez nagyon jó. Egyébként ez tök nagy ahhoz képest. Igen. És nagyon jó ára volt igazából. Van két evező, van ilyen kis, hogy hívják, kötél, vannak itt kagylók, egy delfin. Hát igen, tetszik. Igen. Ez egyébként egy kicsit több volt, mint 9000 forint, tehát lehet, hogy ez nem mindenkinek baráti ár, de nekünk annyira tetszett, hogy ezt mindenképpen meg kellett vegyük. Ez egy csónak igazából, csak ilyen felállított csónak, és egyszerűen nem tudtuk ott hagyni. Annyira jól néz ki. Na mi az, ami még kedvenced? Hát én a tányérokat nagyon szeretem. Vannak ilyenek, ráadni egy navigáció. Ja, ezt is az XXX Lutz-ban vettük, meg a tányérokat is. A tányérok nagyon jó árban voltak, szerintem ilyen 1000-2000 forint. Hát persze minden relatív, de ennél sokkal drágább tányérok is vannak. Ezek szerintem baráti áron voltak. Ezen van rajta egy ilyen kormánykerék. Igen. Ezen van horgony. Igen, mindjárt. És ugyanez a kis műzlis. Igen, ugyanez. Műzlis tányérokon. Ezen meg egy igen, többféle variáció van ebből, mi csak egy párat vettünk, itt vannak nagy tányérok is. Ugyanezekkel a mintával, ami itt van, például ez a kormánykerék, van nagy tányér is. De mi a halacskásat választottuk, mert azt tetszett a legjobban. Ezt még nagyon szeretem. Ez egy ilyen tenger alatti, úgymond jelenetet mutat be. Itt vannak halak, vannak kagylók, van itt egy ilyen kötél. Igen. Vannak ilyen kis hínák. Ezek a tenger alatti, vagy tenger fenéken élő, hát ilyen növények gyakorlatilag. Mutasd csak, ott lóg egy halacska. Próbálom így közelebbről mutatni. Tényleg annyira jó, ezt az asztal közepére szoktuk tenni, kint a teraszon, amikor kint eszünk, és olyan hangulatos, mintha ott mellettünk úszkálnának ezek a halak. Ott vannak a kagylók, akkor itt van még kis hal, kis kagyló. Ez meg olyan, mint hogyha egy hajó lenne, vagy a hajó vitorlája gyakorlatilag. Nagyon jól sikerült. Ezt sajnos most nem tudjátok megvenni, ezt még egy olyan 2-3 éve vettük mi is egy lakberendezési boltban, ráadásul vidéken. Ettől még nagyon a szívünk között, és nagyon szeretjük. Na, itt az én kedvencem. Ezt gyere, babám, mutasd meg közelebbről. Ez az az evező, amin itt vannak ezek a feliratok, Palm Beach és társai. Hát szerintem ez annyira aranyos, hogy én egyszerűen nem tudtam ennek ellenállni. Ez is az XXX Lutz-ból van. Ennek az áruháznak a nevét nem lehet kimondani. Ez olyan pár ezer forint volt, tehát nem egy veszedelmes, de annyira hangulatos, ezt már felakasztottuk egyébként a falra, de most levettük azért, hogy megtudjuk nektek. Itt van rajta, 2390, úgyhogy ez szerintem pont jó. Ez a jó kis horgony, vagy vasmacska, vagy hívja mindenki, ahogy akarja ezt. Talán a Kikbe vettük tavaly igazából, de nagyon helyes ez is. Ez is ilyen, nem tudom mennyibe került, de nem volt túl sok. Ez is abszolút ilyen nyárias. Ezt ugyanúgy tavaly vettük a Kikben. Ez a beach felirat olyan helyes. Ezt oda lehet tenni egy asztal közepére, vagy egy polcra, és olyan kis cuki. Ezt a másik feliratot, ezt a Welcome-nál, erről még a cetlit sem szedtük le, azt mondja, hogy 2006-90. Tök jó. De ez is abszolút nyárias, a vitorla, akkor ez a kis horgonyit. Nagyon cuki. Vettünk papírtányérokat is a kerti partikhoz, tehát természetesen nyári témájú, ez a kis citromos, nagyon tetszik meg, ez milyen szép, ez a kis citromos. Nekem a citrom téma nyáron az egy ilyen központi kedvenc, fő kedvenc. Hát ezek is a kerti parti részei, ezek műanyag tányérok. Ezeket az Auchanba vettük, de nem idén, ez is tavalyi. Itt vannak a nagy tányérok, ezekről már beszéltünk, ez is nagyon jó pofa, ezt most is lehet kapni, szintén a Lutzban. Ez egy ilyen, mint egy mexikói ilyen kaktusz virág, tök jó. Aztán itt van ez dekor homok, 1390 volt, szintén a Lutzban, dekor homok. Ezt a Pepco-ban vettük, ezt a két jópofa tányért. Nekem ez is a tengert idézi, ez a két tányér, úgyhogy nem tudtam ezeket ott hagyni, de nem volt ez sem. Nem tudom, mennyibe került, de szerintem ilyen 1000 valamennyi, szóval nem volt drága egyáltalán. Illat, kell a nyárra illat is persze, ez egy citromos illatosító, kb. 600 forint volt a Pepco-ban, és nagyon kis jópofa
citromos pohár, szintén a Lucból, 600 forint volt, és ilyen tök helyes, tök vidám. Szóval tényleg, én nagyon szeretem. Ezek a színek, mintha Szicíliában lennénk, a kék, a fehér, a sárga, ezek arra az országra jellemzőek, illetve Szicíliára egész konkrétan. Ez is, bár ez szintén a Pepcóból való, ez idei, ők portugál készletnek hívják, vagy igen. Ez egy ilyen vágódeszka, vagy tálalódeszka, ez egy üvegbetét, és nagyon szép. Tényleg olyan, mintha ilyen délies csempe borítanám. Itt középen már elkezdtem az asztali dekorációt. Ugye ezeket majd innen elpakoljuk, mert ezeket most csak azért pakoltuk ide, hogy nektek megmutassuk, de egyébként amikor majd itt étkezünk az asztalnál, akkor ezt a szép asztalközepet fogjuk nézegetni. Ez a tündéri kis figura itt középen. Ő sem mostani szerzemény, sőt, még csak nem is tavalyi, hanem már ott van még a dobozban benne egy kis kagyló. Hanem már sok éve megvan, ő lesz, ő fog itt csücsülni középen. Ezeket a gyertyákat, az Osamban vettem. Ezeket a kis vízszínű, ilyen vízkék gyertyákat. És akkor kidíszítettem, majd nyilván, hogyha meggyújtjuk, akkor leszedjük róla ezeket a kis kagylókat. Ezeket a kagylókat nem vettük sehol, ezeket Olaszországban gyűjtöttük még sok-sok éve. Hát 5 éve kb. Mikor Molly még kicsi volt. Tök szép kagyló, és ebből ilyen szép asztali dekorációt lehet készíteni. Nekem nagyon-nagyon tetszik, és olyan tengerparti hangulatot idéz, hogy őrület. Mindjárt berendezem a terasz asztalt is, mondjuk egy étkezéshez, hogy hogy néz ki, és azt is megmutatjuk. De előtte kicsit kidekorálom még ezt a horgonyt, mert szerintem erre kellene még egy kis dekoráció. Szerintem ez egy kicsit így unalmas, ezért gondoltam, hogy ragasztunk rá mondjuk ilyen kis, nézzétek, ide meg ide egy-egy kagylót. Molly, mit szólsz? Ez nagyon cuki. Tök jó pofa, ugye? Uh-huh. Semmi extra. Teszünk ide egy kis ragasztót, és beleragasztjuk. Ilyen kis apró dolgokkal, tényleg, hogyha van otthon kagylótok, vagy esetleg, ha nincs is, de lehet venni ilyen dekorációnak is ilyen kagylókat, vagy dekorációként, akkor bármilyen tárgyra rátesztek két kagylót, és tök helyes, nézd, vagy ragasztunk ide egyet. Kész! Tök jó! Ezen mondjuk van már 3 ilyen kis kagylócska, de most lett egy negyedik. Na, kiválasztottam 2 kagylócskát. Ide, meg ide. Tessék. És ennyi az egész. Tehát semmi nagy fölösleges kínlódás. Milyen jó! 2 kis kagyló, és hogy feldobtuk vele? Nagyon tetszik. Ez az én kedvencem. Na most már még inkább ezekkel a kis kagylókkal. Szóval, hogyha gondoljátok, vegyetek elő bármilyen ilyen dísztárgyat, és ragasztatok rá egy pár kagylót. Lehet kapni bárhol, és nem drágán ezeket a kis kagylócskákat. És akkor mindjárt nyári dekorációt tudtok belőle varázsolni. Na most akkor a teraszon egy picit meg terítek, és megmutatom, hogy mondjuk, hogy néz ki egy asztal, aminél leszünk kint a teraszon. Erre a welcome feliratra is teszünk 2 kagylót, mert most úgy belejöttünk, hogy mindenhova ragaszgatjuk a kagylókat. Tessék, itt vannak az eddigiek. Tök jó. Oda a vitorlára jön egy tök helyes kagyló, meg ide a V betűre. És eddig is szép volt, de ettől a 2 kis kagylótól szerintem még jobban így életre kelt ez a dekoráció. Nagyon szép lett, állati jó ötlet volt, Mollikám. Köszönöm. Na, kijöttünk a teraszra, megterítettünk itt, egyelőre csak 2 főre, de milyen jól néz ki. Ezek a kis tányérok, amiket mutattunk az előbb, a citromos pohárka, a welcome felirat, itt vannak az asztal közepén a gyertyák, itt van ez a helyes kis halacskás dekoráció, ebben majd természetesen limonádé lesz, és itt van ez a nagyon helyes vágódeszka, amire majd, vagy tálalódeszka, amire majd az ételt tesszük. Egyelőre ez a helyes kis mexikói-szerű kaktusz van rajta. És azt már mutattam, ugye, hogy itt vannak a gyertyák is. Ez este különösen hangulatos. Hát milyen helyes a terasz így berendezve ilyen nyáriasan.